az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség nektek! Nagyon sok szeretettel köszöntlek mindnyájatokat, akik ma eljöttetek, hogy a Málenki Robot Dunakanyari emléknapján együtt imádkozzunk. Az első széken Zoltai Jenő bácsi ül, az egyetlen zebegényi túlélő. Isten éltesse Jenő bácsit, és Isten éltessen valamennyi köztünk élő túlélőt. Mi számunkra a Málenki Robot? Könnyek és bánat, megrendülés és imák. A mécsesek aprócska lángjait élezgetik a fiatalok a Szűz Mária szobor előtt, és ezek az aprócska lángok idézik emlékét annak az 591 áldozatnak, emlékezve a 85 kismarosi, a 395 nagymarosi és a 111 zebegényi elhurcoltra. Békében élünk. Minden napjaink apró vitáiban, versengéseiben, rohanásaiban azt képzeljük, hogy a mi gondunk, a mi harcunk, a mi problémánk a legnagyobb, a mi igazunk a legfontosabb, és közben elfelejtjük értékelni azt, ami számunkra megadatott. Békében élünk, és ez nekünk valahogy természetes. Nem kellett elviselnünk és túlélnünk háborút, kiszolgáltatottságot, könyörtelenséget, éhezést, üldöztetést, megalázottságot. És nem kellett ezek után némaságban emelt fővel emberként élnünk. A mi nemzedékünknek nem. Az emlékezés idején azonban mindig rádöbbenünk, hogy mennyire törékeny is ez a világ. Minden nap imáinkba fohászkodunk. Uram, adj nekünk békét, legyen békesség köztünk mindenkor. Tudunk így élni? Ezt az áldást, a békességet, a békét szeretnénk gyermekeinknek is, unokáinknak is jussul, bízva abban, hogy a történelmi tragédia nem ismétlődik meg. Uram, ki fönt az égben lakozol fényességben, gyújtsd föl szent tüzedet az emberek szívében. Az emberek agyára árazd el bölcsességed. Értsék meg valahára, mi végből van az élet. Arasznyi kis idő csak, mely ajtódik vezet, de előre csak a jó visz, a gonosz visszavet. Legyen megint az ember képedre alkotott. Utálja már meg egyszer, mit maga alkotott. Romlandó kincsekért ne törje magát senki. Igyekezzék helyettük jobb kincseket szerezni. Jó tettek nyugalmát. Derűt, békességet, mit el nem fúj az orkáns rontó tűz, meg nem éget. Gőgből s gyűlöletből mindent, mit föltalált. Vedd ki, Uram, kezéből a keserű pohárt. Rémségek éjszakáját váltsd föl virradatra, az emberi világot szebbre s igazabbra. Hogy törvények közt első a szeretet legyen, üljön jó indulat a kormányszékeken. Az igazság előtt hajoljon meg a fegyver, s élhessen szabadon e földön minden ember. Mécseseink gyulladoznak, emlékét ízézik az 591 áldozatnak. A zebegényi 111. egyetlen köztünk élő áldozat, Zoltai Jenő, akit szeretettel köszöntök mai emlékezésünkön. Köszöntöm dr. Ber Miklós Váci megyés püspök urat, Miklós atyánkat, Csuka Tamás református püspök urat, és házigazdánkat dr. Stankó Attila plébános urat. Köszöntöm vendégeinket, Harag Péter képviselő urat, a Fidesz-KDNP frakció vezetőjét, Rétvári Bence urat, az Emberi Erőforrások Miniszterének parlamenti államtitkárságát, képviselő urat. Köszöntöm dr. Deák Imre urat, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kabinetfőnökét, Ritter Imre urat, a magyarországi németek parlamenti szószólóját, Kempfné Dudás Hilda, hivatalvezető asszonyt, a Szobi járási hivatal vezetőjét. Szeretettel üdvözlöm testvértelepülésünk polgármesterét, dr. Habjánec Tibor urat, valamint valamennyi települési önkormányzat vezetőjét, polgármestereket és polgármesterasszonyokat, a nemzetiségi önkormányzatok képviselőit. Köszöntöm a túlélőket, hozzátartozókat, rokonokat és minden emlékezőt.
A megemlékezést a Szentmisével folytatjuk. Kívánunk meg lelkünket, várjuk meg mindenünket. És újra és újra tegyük magam ezt a kérdést, hogy mindazért a fájdalomért, szenvedésért, ami ma is el van a világban, és adj békét napjainkban. Ezt
kérjük, amit Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek teljességben, Isten mindenkor. Olvasvány Sámuel első könyvéből. Sámuel gyermekkorától fogva Éli főpap mellett az Úrnak szolgált. Az Úr templomában aludt, ahol az Isten ládája volt. Az Úr megszólította: Sámuel, Sámuel. A gyermek ezt felelte: itt vagyok. Aztán odafutott Élihez, és azt mondta: itt vagyok, hívtál? Éli ezt válaszolta: én nem hívtalak, feküdj le és aludj. Erre elment, és lefeküdt aludni. Az Úr azonban újra szólította Sámuelt. Sámuel fölkelt, odament Élihez, és azt mondta: itt vagyok, hívtál? Ő azt felelte: nem hívtalak, fiam, feküdj le és aludj. Sámuel ugyanis még nem ismerte az Urat, mert az Úr szava még nem nyilatkozott meg neki. Ezután az Úr ismét szólította Sámuelt harmadszorra. Az fölkelt, odament Élihez, és így szólt: itt vagyok, hívtál? Erre Éli megértette, hogy az Úr szólította a fiút. Ezért azt mondta Sámuelnek: menj, feküdj le, és aludj, aztán ha valaki így szólít, hogy Sámuel, Sámuel, te így válaszolj: szólj, Uram, hallja a te szolgát. Sámuel elment, és visszafeküdt a helyére. Akkor megjelent az Úr, megállt előtte, és szólította, mint az előző alkalommal: Sámuel, Sámuel. És Sámuel így válaszolt: szólj, Uram, hallja a te szolgád. Sámuel növekedett, az Úr pedig vele volt, és nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon. Ez az Isten igéje. Thank you.
Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, a test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt. Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele. Kerüljétek a testiség bűnét. Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szent Lélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké? Nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben. Ez az Isten igéje. Szent János könyvéből. Abban az időben ott állt János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt. Nézzétek az Isten báránya! Két tanítványa hallotta, hogy ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, és látta, hogy követik, megkérdezte, mit akartok? Azok ezt felelték, rabbi, ami annyit jelent, hogy mester, hol lakozol? Jöjjetek, nézzétek meg, mondta neki. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és így szólt neki. Megtaláltuk a messiást, vagy más szóval a fölkentet, és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá, te Simon vagy, Jónás fia, de Kéfásnak, azaz Péter fognak hívni. Ezek az evangélium igéi. Pálmai Béla barátommal sokszor szoktunk beszélgetni a mi gyerekkorunkról. És Béla sokszor előhozza, hogy itt a szövegényi iskolában tudtunk egymásról, hogy kinek nincs édesapja. Ugye Béla? Tudtunk egymásról, de nem nagyon beszéltünk erről, csak később értettük meg, hogy nekünk miért nincs édesapja. És visszagondolva a gyerekkorunkra, gyerekkoromra,
lassan-lassan tudtuk meg az itt élők közül, kik voltak ennek a szörnyű, kegyetlen bosszúnak az áldozatai. Kik voltak azok, akik soha nem jöttek haza, és kik voltak azok, akik csöndes szerénységgel újra kezdték. És nem emlegettek sérelmeket, hanem csöndesen becsülettel tették a dolgokat. Személyes érintettség okán szólok ezen a mai napon, hiszen sok-sok évvel később döbbentem rá arra, hogy miközben még tartott Budapest ostroma, itt a Dunakanyarban már elkezdődött a számunkérés, a hosszú. És innen, ami dunakanyari falvainkból vitték el a fiatalokat, Zebegényből, Nagymarosról, Kismarosról, Szendehelyről, Berkenyéről, arra szörnyű hangzású Málenki robotra. Budapesten még tartott az ostrom. Édesapámat nem a Málenki robotra vitték el, hanem ő Budapest ostrománál halt meg. Azt hiszem, hogy mindnyájan, akik ma itt vagyunk, innen a Dunakanyar településeiből személyes emlékeket őrzünk, és próbáljuk feldolgozni a fájó élményeket, és tanulni azoktól, akik részesei voltak, így vagy úgy, a háború szörnyűségeinek és következményeinek. Ezen a Málenki robot emléknapon sokszor felemlítem a mi egyházmegyénk kedves öreg papját, akit Taksonyból vittek el. Illetve pontosabban el akartak vinni a sváb származása miatt, de mivel teológus volt, valaki azt mondta, hogy menj haza, téged nem írunk föl a népsorba. És akkor Nándi bácsi hazament, levett a reverendáját, a kispapi reverendáját, és visszament az Illbe, és megkérdezte, hogy így már gyerek. Ha az osztálytársaimat viszik, én velük akarok. Számomra ő az egyik példa arra, hogy micsoda nagyszerű emberek voltak azok, akik a Málenki robotnak részesei lettek. És azok, akik naplót írtak, akik ott a nyomorúságban támogatták egymást, tartották a lelket egymásban, biztatták egymást részek az ördögnek. Ez a mai nap különösképpen is fájó emlékeket idéz, hiszen éppen 75 éve annak, hogy a Dunakanyarban odaveszett a második magyar hadsereg színe alá. Ott kezdődött az én életem, megint csak személyes érintettségem ez. Mit szenvedhettek azok a magyar katonák, akik kénytelenek voltak abban a szörnyű háborúban részt venni, és hősökként helytálltak. És talán nem véletlen, hogy éppen ma van a menekülteknek, az úton levőknek is a világnapja. Mennyi szenvedés van ma is ebben a világban? És ez a három emlék egy irányba tereli a gondolatainkat, és az Úristen előtt föltesszük a kérdést, hogy Uram, miért engeded meg a gonoszságot? Miért engeded meg ezt a szörnyű sok szenvedést, ami újra és újra megjelenik az emberiség történetében? És akkor ránézünk a keresztre, és valamit megsejtünk, hogy a minden teremtő Isten nem csak megengedi az emberi szenvedést, hanem értelmet is ad annak, és odalép, odaáll mindenki szenvedő ember közé, ember mellé.
Jézus keresztje ad nekünk bátorítást és vigasztalást, hogy mindaz a szenvedés, ami a múltban történt, és ami jelenünkben is jelen itt van, az alkalmat kínál arra, hogy az Úristen szándéka szerint emberré váljunk. Olyan sokszor átvillan az emberben ez a gondolat, hogy honnan kérhetünk segítséget, honnan kérhetünk reménységet és vigasztalást. És ezek nem véletlen dolgok, hogy a mai második vasárnapi szentmisének a szentírási részei egy irányban mutatnak. Szólj, Uram, hallja a te szolgád! Halljuk Sámuel látomásának a történetében. És az első apostolok meghívásában pedig megértjük azt, hogy keresték az apostolok keresztelő János biztatása nyomán őt, aki elveszi a világ bűneit. És elmennek, hogy hallgassák őt, hogy tőle tanuljanak, hogy reménységet kapjanak. Ezen a mai emléknapon mi is a múlt és a jelen aggodalmai között Jézus Krisztushoz fordulunk, aki Isten fiaként szól hozzánk, aki a béke fejedelmeként jössz közénk, és aki föláldozza ő is önmagát, hogy nekünk életünk legyen és bőségben legyen. Ezen az emléknapon újra Assisi Szent Ferenchez fordulok, és vele együtt fohászkodom és kérem, miután meghallgattam Jézus Krisztust, hogy ki tudjam mondani, Uram, tégy engem a te békéd eszközévé. Tégy engem a te békéd eszközévé, hogy meg tudjak tenni mindent azért, hogy az emberiség gyógyuljon a gyűlöletből, a gonoszságból, a rossz akaratból, a háborúból, az ellenségeskedésből, hogy békét tanuljon. Amen. És most fennállva valljuk meg a tűnket. Hiszek egy Istenben, minden hatóságában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami utunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriából, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön megítélni élőket és sorokat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És most kérjük testvéreink, Urunkat, hogy mindig figyelmesen hallgassunk szavát. Tedd, Urunk, készségessé szívünket tanításod befogadására. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd apostoli munkájában az egyházat, hogy hozzád vezethesse a népeket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Irányítsd a népek vezetőit, hogy hatalmukat az egész emberiség javára használják. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy szeressük a templomot, a te hajlékodat, ahol veled találkozhatunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj enyhülést és gyógyulást szenvedő és beteg testvéreinknek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, segíts minket kegyelmeddel, hogy testben és lélekben egyaránt neked szolgáljunk, és ezáltal eljussunk az üdvösségre. Krisztus, a mi Urunk által.
Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten elé. Kérünk, Urunk Istenünk, add, hogy méltón vegyünk részt ebben a szent cselekményben, mert valahányszor kiad áldozatának emlékét ünnepeljük, megváltásunk műve folytatódik, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Bizony méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható Örökösen. A te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és ötten halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így, amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordított Krisztus, a mi Urunk által. A te fölségedet ő által a dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen bűnírással szentjük.
Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egy házad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent elvével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaitra. Elsősorban Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseftől az ő jegyesével, Szent apostolaival, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szentelővel. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak végén is üdvösségét. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat. Szolgálat Ferenc pápánkat, Miklós püspökünket, Lajos segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott minket. Teljesítsd megyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyán, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszórodott valamennyi gyermekedet. Eltűnt testvéreinket pedig, akikről ma megemlékezünk, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mivel mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod a apostolaidnak, békességet vagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad idén. Őrizd meg szándékod szerint vétkében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindenkül örökké. Amen. Az Úr vétkében legyen veletek. Köszöntsétek egymást a Amen.
az Isten bárányon, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézusról.